elmitettél a meccset, jó a pálya, szép a stadion, minden adott a győzelemhez, ami végül meg is lett, de hát a második játékban azért valóban láthattunk itt több eseményt, mint a megszokott. Nem csak a másodikban, az elsőben is. Nagyon jó kezdődött a mérkőzés, második percben egy standard szituáció után gólt sikerült szerezni. Tök nyugodt voltam a padon, mert úgy gondoltam, hogy ez sima meccs lesz, de hát szokásos, tehát nem tudom, hogy mi történik a fejekbe, de én úgy gondolom, hogy saját magunk tettük nehézzé ezt a mérkőzést. Úgyhogy ez egy értékes győzelem idegenbe. Megszereztük az idei első tavasz három pontot. Úgyhogy ennek örülünk, nekem is meg kell, majd vissza kell néznem a meccs felvételt, vannak érthetetlen dolgok, de nagyon örülök, hogy szereztünk három pontot. Itt az érthetetlen dolgoknál arra még hadd kérdezzek rá, említetted kisé, de ez már a negyedik olyan meccs, hogy a szünet után valami nem úgy folytatódik, ahogy az első játékrészben ment a csapatnál. Ez már egy igencsak hát hosszantartó és nem túl jó tendencia. Igen, érdekes ez, mert most próbáltam kicsit frissíteni, tehát mentálisan az öltözőbe, illetve és kicsit sprintelgetünk, volt olyan csapatom, amelyiknél ez bejött. Egy-két sprintet még futunk a kijövetelkor a második fél idő elején. Nem tudom, hogy mi az oka. Nem tudom, nem látok bele a fejekbe. Lehet, hogy kell egy pszichológus, de szerintem erre most nincs keret. Aki ismeri a te munkásságodat, tudhatja, hogy a kemény játék híve is vagy, abból sem volt ma hiány. Nem, ez inkább durva volt. Tehát amit csinált az ellenfelünk, az durva volt. Nem kemény játék. Lehetett volna több kiállítás is, de kettő lett belőle, tehát már az első fél időben is. De nem ezzel foglalkozom, hanem inkább azzal, amit te is feltették kérdés, hogy miért vannak bizonyos dolgok, amik ismétlődnek, ami nem jó. Illetve mi az oka annak, hogy vezetünk. Én úgy gondolom, hogy jobb játékerőt képviselünk, csináljuk a dolgunkat, és mégis valami történik, és mintha megkergülnénk, tehát nem értem ezt, nem tudom. Hát azt hiszem, hogy felkészültünk a Nagykanizsából, megnéztük, hogy nagyon szűken védekeznek belül, teljesen zártak, legalábbis a Rábátó ellen ezt játszották, széleken próbáltunk bontani, hát ugye ez a harmadik percbe borult, de nem is ez a lényeg, hanem a hozzáállással nem voltam elégedett. 1-0 után ott volt egy nagy helyzet, a Kanizsának rárúgja a másodikat, akkor nem kérdés, hogy mi van. Második fél időre ugye kettőt cseréltünk, gólt rúgtunk, én azt gondolom, hogy nem kaptunk meg egy 11-est, minimum egyet, a másiknál a gyereknek rajta volt a keze, nem tudom melyik játékosnak a játékosom vállán. Ez hogy könnyen adta meg magát, vagy nem, ezt vissza kell néznem. Ott egy teljesen jogtalan piros lapot kaptunk. Én azt gondolom, hogy a bíró belenyúlt a meccsbe, nem gyengén, mert akkor mi domináltunk, mi jöttünk. Még 2-1-nél is jöttünk, csináltunk egy buta piros lapot, aminek azt hiszem a jogossága, az nem férhet kétség. Megpróbálunk bennmaradni, ennyit tudok mondani. A második fél idei játékra, hozzáállásra azt gondolom, hogy lehet építeni. Pont erre szeretnék még rákérdezni. Az egyértelműen látszott, hogy a második játékészben más lendülettel jött ki a csapata, mint amit nyújtott az első fél időben. Nem az én csapatom, az a város csapata, de a második fél időben, tehát a fél időben nem egy irodalmi szakkör volt bent. Úgy volt egy kis hangosabb beszéd, volt ez, volt két csere, akik végre extrán szálltak be. Én azt gondolom, hogy pont erre a játékra lehetett volna építeni, pont az adott volna egy lelki fröccsöt, ha 10-10-re vagy 11-11 ellen tudjuk befejezni a meccset. Én azt gondolom, hogy 11-11 ellen megnyertük volna a meccset, attól függetlenül gratulálok.